Amennyiben valaki még nem látta az elejéről ezt a sorozatot, én mindenképpen azt javaslom, hogy kezdje el az első résszel, és úgy sokkal hasznosabbnak fogja találni ezt. Az Atya és a Fiú sorozatban megvizsgáljuk azon verseket, melyek egyértelműen bizonyítják, hogy az Atya és a Fiú az két külön, úgymond lény, nem egy, nem egyenrangú, és semmiképpen sem három. Egyértelmű lesz mindenki számára, hogy az Atya hozta létre a Fiút, ezért a Fiú az elsőszülött, és az írásokban mindvégig a Fiú az, aki az emberiséggel kommunikál. Hiszen ő az elsőszülött, ő az Atya szava. Ezúttal a Bírák könyve, Safatim 13-as fejezettel fogjuk elkezdeni, és természetesen Sámson történetét fogjuk megvizsgálni. Sámson akárcsak számos más karakter, mint például Jahuszef vagy József, Jahusáha Másiák előképe. De nézzük meg a rövid történetét Sámsonnak. Ez Safatim Bírák könyve 13, és így kezdődik. Jesrael fiai pedig újra gonoszul cselekedtek Jahuának szemei előtt, ezért Jahua őket a filiszteusoknak kezébe adá 40 esztendeig, mint oly sokszor azt megtette. És élt egy férfiút Szórából, Dán nemzetségéből való, név szerint Manoa, kinek felesége magtalan volt és nem szült. Akárcsak Sára, Ráchel és Rebeka, ez az asszony is magtalan volt és nem szült. Amire mi koncentrálni fogunk az azonban a hármas vers, és megjelent Jahuának angyala az asszonynak, és mondta neki, íme most magtalan vagy, és nem szültél, de terhes leszel, és fiat szülsz. Ez Matityahu 1-es fejezet már, és a 20-as vers, mikor pedig ezeket magában elgondolta, ez ugye Jahuszef, íme Jahuának angyala álomban megjelenik neki, mondván, Jahuszef, de úgynak fia, ne félj magadhoz venni Máriát vagy Mirjamot, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, az Ruach HaKodestől van. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jahusának, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Lukács első fejezetben, a 26-os versben szintén ezt a történetet láthatjuk, ebből kiderül, hogy Gábriel volt az a malák, akit Elohim elküldött Mirjamhoz. És így szól, ne félj Mirjam, mert kegyelmet találtál Elohimnél, fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jahusának. Így szól Mirjam, mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek. De néhány sorral följebb, Zakariás, vagy Zakariahu, és Elisibá, vagy Erzsébet története is hasonló. Erzsébet ugye meddő volt, és nem volt gyermekük, azonban őket is meglátogatta a malák Gábriel, és így szólt Zakariásnak, ne félj, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Elisibá szül neked fiat, és nevezed az ő nevét Jehukanonnak vagy Jánosnak. És betelik Ruach HaKodessel még az ő anyjának méhétől fogva, és az Jesrael fiai közül sokakat megtérít Jahuához az ő Elohimükhöz. Azt szerettem volna megmutatni, hogy az Atya folyamatosan megmutatta Izraelnek ezeket a dolgokat, a proféciákat, illetve, hogy ő volt az, aki kreálta ezt a nemzetet. Ő volt az, aki létrehozta Izraelt, hiszen ezek a nők mind-mind meddők voltak. És az ő Jahua beavatkozása kellett ahhoz, hogy meg tudják szülni az utódjaikat, amelyekből kialakult ez a nemzet, és ami által eljött Jahusá Hamásiák az, akiben az összes népek megáldatnak. Ilyen formán Sámson is hasonló volt a megváltóhoz, hiszen magtalan volt az anyja, és aztán Jahua volt az, aki megnyitotta az ő méhét. De nézzük ezt az angyalt, aki itt megjelenik, és megjelent Jahuának angyala az asszonynak. Nézzük meg, hogy mi is ez a Jahuának angyala. Ha megnézzük a modern héber változatát ennek a szövegnek, akkor láthatjuk, hogy ez nem Jahuának az angyala, hanem ez az angyal Jahua. Malak, Jahua. Sőt, ez a két karakter utána El, mint Elohim, El egyes számban Alef Lamed, El Jahua, Malak. Az angyal El Jahua. Ez nem Jahuának az angyala, ez maga az angyal Jahua. Érdekes módon ez a kifejezés Malak Jahua El
először, bár a sít 1 Mózes 16-os fejezetben jelenik meg, amikor is az angyal Hágárral kommunikál a forrásnál. És találá őt Jahuának angyala, vagy a Malák Jahua egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba menő úton van. Ugyanaz a héber kifejezés, Malák Jahua. Bizonyítvány azt, hogy nem elégséges, hogyha a magyar fordításra hagyatkozunk, bár úgy is meg lehetne érteni, de egyértelmű az, hogy a héberből sokkal több kiderül. Ez nem egyszerűen csak Jahuának egy angyala. Ez maga az angyal Jahua. Hágár elmeséli, ugye, hogy elmenekült Szárai elől, illetve elűzték onnan, és ekkor a 9-es versben ez történik. Mondta neki Jahua angyala. Malák Jahua. Térj meg a te asszonyodhoz, és alázd meg magad az ő kezei alatt. 10-es vers. És mondta neki Malák Jahua. Az angyal Jahua. Felettébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámlálható se legyen. Mondta neki, Malák Jahua. Íme te terhes vagy, fiat szűz, nevezd a nevét Jesmaelnek, mivel hogy meghallá Elohim a te nyomorúságodat. 10-es versben ez Malák Jahua, ugyanúgy, ahogy a 11-es versben Malák Jahua. 13-as vers pedig így szól, és nevezi Hagar Jahuának nevét, aki ő vele szólott vala. Te vagy a látomás Elohime, mert mondta, avagy nem e helyen láttam a látomás után? Annak okáért nevezi ezt a forrást Lachai Roi forrásának. Kádes és Béred között van, Kádes és Béred között valahol itt. Lachai Roi, vagy Roi Lachai Paer, annyit tesz, mint az élő kútja, akit láttam. Hiszen látta az élő Elohimet úgy, hogy mindeközben ő azt mondja, hogy Jahua angyala, vagy a Malák Jahua. Elmondja négyszer ebben a néhány versben. A Malák Jahua az, aki ott beszélt vele. Ennek ellenére Hágár nevezi Jahuának nevét, aki ő vele szólott vala. Úgy, hogy megjelent neki ez az angyal, tehát ott volt előtte, ő nem álmodta ezt. A látomás Elohime, ez roi, mint látás vagy látomás, amit valaki lát. Megjelenés, kinézet, küllem vagy külső, ami látszik valakiből. Látvány vagy látványosság. Ez pedig a ra'ach szóból ered, ami annyit tesz, mint látni, nézni, nézegetni. Vagy szemlélni valamit, meglátni, vagy észrevenni valamit. Oda nézni, oda pillantani. Tűnik valami, látszik, láthatóvá válik, vagy láthatónak lenni. Megjelenik, vagy megmutatja magát. Láthatónak, érzékelhetőnek lenni. Megjelent neki Malák Jahua, akire ő aztán azt mondja, hogy Elohim, vagyis Jahuának nevét megnevezi, aki ő vele szólt ott. Ő volt ott vele. 13-as versben Sem Jahua, azaz Jahua neve. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat verziója, és hívta az örökkévaló nevét, vagy Jahua, Sem Jahua, aki beszélt vele. Te a látomás Elohime. Mert azt mondta, láttam-e itt valamit a látomás után? Ez a Szent Imre, ami azt írja, hogy ekkor ő kimondta Jahua nevét, aki beszélt vele. Te El Roa vagy Roy vagy. Arra tekintettem én itt, aki reám tekint. Akkor, hogyha ez a Malák vagy az angyal Jahua volt, akit ő Jahuának hív, azt mondja, hogy a látomás Elohime vagy, és ráadásul azt a szót használja, hogy El, nem pedig az, hogy Elohim. És ugyanez El vagy Al szerepel a héber verzióban is. Nem Elohim, hanem El. Egy-egy számban, hiszen nem az atyáról beszél, hanem a szóról, aki szintén Jahua volt. Aki közvetít az emberiség, illetve az atya között. Malák Jahua. Jahua angyala, vagy az angyal Jahua. El.
Septuaginta szintén hasonlót mond, azt mondja, hogy Yahuwah Elohim nevét nevezte meg, aki beszélt hozzá, és azt mondta, hogy te vagy Elohim, aki lát engem, és azt mondta, hogy láttam őt, aki feltűnt nekem. A forrás neve pedig annak a forrása, akit én saját szememmel láttam. A kérdés az, hogyha ez egy egyszerű angyal volt, akkor minek ekkora ügyet csinálni az egészből? Nem lehetett Jahuának csak egy angyala. Ez maga volt Malák Jahua, aki az atya üzenetét hordozza az emberek felé. A legfelsőbb, az első szülött, az első teremtmény, a legfelsőbbrendű, aki által mindent és mindenkit teremtett, és akinek teremtett mindent és mindenkit. Ez nem csak egy egyszerű angyal, vagy egy szárnyas, kövér kisgyerek. Erről már volt szó korábban, de még egyszer gyorsan elmondom, ez Semot 2. Mózes 23.20. Íme én egy malákot bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az útban. Vigyázz magadra előtte, hallgass az ő szavára, meg ne bosszansd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat, mert az én nevem van ő benne. Mert az én malákom vagy angyalom te előtted megyen, és beviszen téged arra a földre, amit neked ígértem. Ez Jahukanon 5. fejezet 43-as vers, ami így szól, én az én atyám nevében jöttem. És nem fogadtatok be engem, ha más ülne a maga nevében, azt befogadnátok. Nem csak, hogy az atya nevét hozta el, úgy, mint Jahusá és Jahua, hanem az atya hatalmát, az ő erejét is hozta. Ezért mondja, hogy az atyám nevében jöttem. Ugyanúgy, ahogy az a malák a pusztában előtt, ugyanúgy megy Jahusá Hamásiák, mint egy ember ekkor az ő népe előtt, és mutatja nekik az utat. Ez pedig Jahukanon 10-es fejezet 25 felel nekik Jahusá, megmondtam nektek, és nem hiszitek. A cselekedetek, melyeket én cselekszem, az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot róla. Hiszen ő az atya nevében jött, azt hordozta, azt mutatta meg a világnak. Jahukanon 17.25. Igazságos atyám, és a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én ő bennük. Hiszen ő az atya nevét, az ő erejét, az ő hatalmát hozta el a világnak, és ezt mutatta meg, ugyanúgy, ahogy azt tette a könyv elejétől a könyv végéig különböző formában. Ez Jahukanon 17-es fejezet, 6-os vers, megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid valának, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották, nem az enyémet, hanem a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nekem adtál. Most abba bele sem megyek már, hogy a Tora az még mindig érvényben van, már csak ez alapján, a néhány vers alapján is. A lényeg az, hogy egyértelmű kell, hogy legyen, aki az atya nevét hordozza, az Jahusá Hamásiák, amíg itt volt a földön, most ő a főpapa mennyei sátorban, az előtt pedig ő volt Malák Jahua, aki folyamatosan, vagy az angyal Jahua, vagy Jahua angyala, aki folyamatosan az emberekkel a kapcsolatot tartotta az atya nevében. Ő az, akivel a mennyegző köttetett a Sínai hegyen, és ő lesz az, akivel a következő mennyegző köttetik majd a Sínai hegyen. Így hát láthatjuk azt, hogy ez az, akivel a kapcsolatot tartotta Hágár is többek közt. Hiszen Jahua ígéretet tett Ábrahámnak, hogy az ő magja az nagy hatalmas nép lesz, és megsokasítja, így az ígéretét betartotta Hágáron keresztül is, bár nem Hágár, illetve Ismael lett az a mag, akiben az ígéret eljött a világra, ettől függetlenül Ismael szintén egy hatalmas nemzet lett, ha a muszlim világra gondolunk. De mielőtt megfeledkezünk róla, térjünk vissza Sámsonhoz, és Sofatim 13-as fejezet 3-as vershez. Láthatjuk tehát, hogy ez a Malák Jahua az, aki megjelent az asszonynak. Jahua megnyitja az ő méhét ugyanúgy, ahogy Sára, Ráchel vagy Rebeka
méhét megnyitotta, ugyanúgy, ahogy Elisiba, Zakariáhu feleségének a meddőségét feloldotta, illetve ahogyan elküldte az üzenetet Miriamnak is. Jahua mindvégig ezzel a néppel volt, hiszen ígéretet tett Ábrahámnak, és így hozta el az ő megváltását, aki egyébként a Malák Jahua, egy emberi formában. Az ő szava, az első szülött, az első dolog, amit teremtett, az az ő szava. És ez az, aki eljött, mint egy halandó ember közénk, hogy megmutassa, kinyilatkoztassa az atyát. Hiszen a karaktere ugyanaz, még akkor is, ha a kettő nem egy és ugyanaz a darab, de egy egységet alkot, elhozza az atyát ide, a földre. Sámson pedig szintén megszabadítja az ő népét, és szintén meghal a folyamatban, és börtönbe kerül előtte, és megkínozzák, és mindenféle problémákon át kell vágnia. De a végén véget vet annak a problémának, amit a filiszteusok okoztak 40 évig mellesleg Izraelnek. Így az szintén igaz, amit Zsoltárok 40-es fejezetben mond, hogy akkor azt mondtam, ímé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Mi az? Ez kedvelem én, Elohimem, a te törvényed a keblem közepette van, a kebel pedig nem más, mint meech, vagyis a belső szervek, az ember közepe, az ember belső része, az érzelmei. Septuagintát megnézzük, akkor láthatjuk, hogy arról beszél, hogy a szívem közepette van, a te parancsolatod. Ha ez esetleg nem világos, akkor az ő törvénye az maga a Tora. Azért van írva róla a könyvtekercsben, hiszen ő a szava. A szó le van írva, ez az egész könyvtekercs maga Jahusá Hamásiák, vagy a Malák Jahua, vagy Jahua angyala, vagy az angyal Jahua, vagy a fiú. Ez az, aki bejelenti ennek az asszonynak, hogy gyermeke fog születni. Terhes leszel, fiat szülsz, utána ugye a nazarénusi életet mondja neki, hogy ne igyon bort, szőlőt, semmi ilyesmit, ne vágja le a haját, hanem úgy élje. Amikor azt mondja, hogy mert Elohimnek szenteltetett lesz az a gyermek az anyjának méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből, majdnem szó szerint az, amit Gábriel mond később azután Zakariának, és azt mondja, hogy lészen te neked örömödre, vigasságodra, sokan fognak örvendezni az ő születésén, mert nagy lesz Jahua előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és betelik Ruach HaKodesh-e még az ő anyjának méhétől fogva, és Jisrael fiai közül sokakat megtérít Jahuához, az ő Elohimükhöz. Virágkönyve 13-ban azt mondja, mert íme terhes leszel, fiat szülsz, borotva ne érintse annak fejét, mert Elohimnek szenteltetett lesz, előtte pedig azt mondja neki, hogy ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalan. Az Elohimnek szenteltetett az a kifejezés egyébként nazír, ami a nazarénusra utal, ami ugye Bamidbar 4 Mózes 6-os fejezet írja le a nazireusi fogadalmat, akit érdekel, átnézheti. Megszentelt, vagyis szüreteletlen szőlő. Egyébként ezt is jelenti. És ő az, aki kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. Ugyanúgy, ahogy Jehukanon elkezdte megszabadítani Izraelt a bűnből, és aztán a másiák megszabadította teljesen. Ugyanúgy Sámson egyfajta másiák Izrael számára ebben az időben. 6-os versben elmeséli a nő a férjének, Elohimnek egy embere jöve hozzám, kinek tekintete olyan volt, mint Elohim angyalának tekintete. Igen, rettenetes úgy, hogy meg sem mertem kérdezni, honnan való, és ő sem mondotta meg nekem a nevét. De mi tudjuk, hogy ez Malák Jahua volt. És azt mondta, hogy ímé terhes leszel, fiat fog szülni, azért most se bort, se más részegítő italt ne igyál, semmi tisztátlan ne igyél, mert Elohimnek szentelt lesz az a gyermek anyja méhétől fogva halála napjáig, ugyanúgy, ahogy a Hukanon például, vagy a másiák, az Elohimnek szentelt, ez pedig szintén a nazír, úgy, mint oda szentelt, vagy nazireus. Manoa, ugye a férfi Sámson apja könyörgött Jahuához, hogy jelenjen meg ismét ez az ember, aztán amikor megjelent, ugye az asszony futott hozzá, és elment Manoa szintén, hogy tárgyaljanak, és ekkor azt mondja, hogy te vagy az a férfiú, azaz egy ember jelent meg,
Aki ez asszonya, beszéltél? 12-es versben Manuel megkérdezi, hogy hogyan bánjanak a fiúval, 13-asban jön a válasz, Malák Jahua, vagy Jahuának angyala pedig mond a Manuának, mindentől, amit csak mondottam az asszonynak, őrizkedjék. Ez az ember, ez a férfi, akivel beszélnek, ez nem más, mint a Malák Jahua. Mindabból, ami csak bor, szőlőből származik, ne egyék bort, más északítő italt, ne igyék, semmi tisztátalan, ne egyék, mindazt, amit parancsoltam neki, tartsa meg, hiszen ő egy nazireus lesz, és ő az, aki megszabadítja Izraelt a filiszteusoktól. De hogy tovább bizonyítsuk azt, hogy ez az az angyal, ez Malák Jahua, a szó, Jahusá Hamásiák személyesen itt, a Tanákban megjelent Manoának, Sámson atyának, nézzük meg a 15-ös verstől. És mond a Manoa Jahua angyalának, ugye marasztalni szerette volna, hogy egyen velük valamit. De így szólt a Malák Jahua. Ha megmarasztalsz is, nem eszem a kenyeredből, és ha áldozatot készítesz, Jahuának áldozd azt. Miért? Mert Manoa nem tudta, hogy az Malák Jahua. 16-os vers Malák Jahua el. Egyes szám, el, nem Elohim, el. Ez a 16-os vers. Malák Jahua, ez pedig ugye a végén ennek a versnek. De nézzük meg, ha valaki esetleg azt gondolja, hogy ott van az eredetiben a ragozás, csak nem látszik. Ez a Malák Jahua mindvégig az alapformában szerepel. Itt van Malák Jahua. Mem, Lamed, Alef, Kaf, és utána pedig Yod-Hei, Vav-Hei. Amikor azonban arról beszél, hogy Jahuának áldozd azt, ez a szó áldozd, ez Allah, Alef, Lamed, Hei, akkor azt láthatjuk, hogy itt a szó Allah és a Jahua, de itt van egy Lamed előtte, jelezvén azt, hogy Jahuának áldozd azt. Ezt a Jahuának angyalánál pedig nem jelölik, hiszen nem úgy van. És így ezért azt mondta a Jahuának angyala, hogy áldozd azt Jahuának, az atyának, hiszen ez volt az El Jahua, a Malák El Jahua, aki egy El, nem pedig Elohim maga az atya. Hiszen az atya maga a szó, és ő maga plusz a Ruach. Ez pedig a szó, mint egy El, egy hatalmasság. Láthatjuk, hogy végig Jahua angyalát ír, aki tulajdonképpen a Malák Jahua, az angyal Jahua. Ők nem tudták, hogy ez maga az angyal, akivel tárgyalnak, ezért is próbálta marasztalni. De ha még mindig kételj van e felől, akkor a 18-as vers azt el fogja oszlatni. Manoa természetesen kérdezgette, hogy ki is az, akivel beszélnek, hogy megtudja a nevét, azonban nem tudta meg, és mondta neki Malák Jahua a 18-as versben, miért kérdezősködöl a nevem után, amely olyan csodálatos. Mi lehet az a név, ami olyan csodálatos? Egy bármely hétköznapi angyal, mint Mihály, vagy Gábriel, vagy az összes többi azt mondaná, hogy minek kérdezősködsz a nevem után, amely olyan csodálatos, mikor megmondta a többinek mindig, hogy Mihály vagyok, vagy mikor Dániellel beszélt, vagy Gábriel vagyok, mikor Zakariával beszélt. Nem mondta meg, hiszen ő volt a Malák Jahua. Ez az a név, ami benne van, ami előttük ment Egyiptomban, aki előttük megy most itt, aki előttünk megy, mint Jahusá Hamásia. Ezután Manoa áldozatot készített el Jahuának, és mikor a láng felcsapott az oltáról az ég felé, az oltár lángjában felszállott a Malák Jahua. És ekkor értették meg Manoa és a felesége, hogy ez nem más volt, mint a Malák Jahua. És mit mondott Manoa a feleségének? Meghalván meghalunk, mert Elohimet láttuk. Akkor hogy lehet az, hogy arról beszélnek, hogy látták Elohimet, hogyha ez egy egyszerű hétköznapi angyala volt Jahuának, és ha pedig nem az volt, akkor hogy lehetne egyenrangú ez az atyával, akkor miért nem jött el az atya személyesen? Pontosan ez a lényeg. Van egy közvetítő az atya és az emberiség közt, ez az ő szava, ez a Malák Jahua,
ez Jahua angyala, az angyal Jahua, Jahusha HaMashiach, az elsőszülött, akit a világ teremtése előtt szerzett, és ez pedig nem más, mint maga a szó, aki köztünk jár, az ige. Ez mind egy és ugyanaz. A könyvtekercs, ezek a szavak, a Tora, ez egy lény, ez egy élő szó. Ezért mondja, hogy az élő ige és ható. Így érti, hogy láttuk Istent, vagy láttuk Elohimet, láttuk azt a karaktert, amilyen ő lenne, mint egy ember, amennyiben itt élne. Ez az, akit megjelentett neki a szó. Megvan az atya, megvan a szó, aki eljött, és láthatjuk azt, hogy mikor megszületett Samson, akkor 25-ös versben is kezdi Jahuának ruachja, vagy lelke őt indítani a Dán táborában. És itt van a ruach, amit elküld Jahua, és vezeti azt, akit ő vezetni akar. De a három nem egy és ugyanaz, a három nem egyenrangú, hanem létezik egy hierarchia, melynek a tetején az atya áll, és ő az, amiből az ő szava, illetve az a ruach, ami szintén belőle árad ki, elindul. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom! Thank you.